Egyszerű, de mégis nagyon bonyolult. 50 éves a Rubik kocka, a világ egyik legnépszerűbb játéka. A Momén az alkalomból neves előadók beszéltek arról, hogy az ő szakmájukhoz hogyan kötődik a kirakós játék. Schneider Ákos dizájnkultúra kutató azt vizsgálta, hogy a rohanó világunkban, amikor a gépek már gyorsabban ki tudják rakni a kockát, mint az emberek, mi értelme van még játszani vele? Azt gondolom, hogy a sebesség, a gyorsulás kultúrájában ezek a játékok az elmélyülésnek adnak lehetőséget, arra adnak lehetőséget, hogy pillanatra, vagy egy kis időre átéljük a jelenlét és a játék örömét. A világon több mint 500 millió Rubik kockát adtak el, ezzel az egyik legsikeresebb magyar találmánynak számít. Mérő László matematikust arról kérdeztük, hogy minek köszönhető ez. Én úgy látom, hogy nem azért lett sikeres, mert egy baromi nehéz rejtvény, hanem ennek ellenére. Pont azért, mert annyira nehéz, hogy az ember egy idő után rájön, hogy reménytelen, hogy megoldja. Viszont bele volt csomagolva a megoldás, tehát meg lehet tanulni. Nem olyan könnyű, mert az órákig tart, amíg megtanuljuk, de szerintem ez az élmény az, ami nagyon sok 10 millió gyereket ért, hogy itt van egy feladat, amiről látod, hogy nem megy, olyan baromi nehéz. Tanulsz pár órát vagy egy-két napot, utána nem, hogy meg tudod oldani, hanem még élvezed is, és mások meg tisztelnek érte, hogy te meg tudod csinálni. A feltaláló Rubik Ernő nemrég könyvet írt az életéről és a kocka történetéről. Szerinte jó adag szerencse is kell a sikerhez, de az is fontos, hogy feltegyük a jó kérdéseket. Eljutunk odáig, hogy azt a kérdést, amit én egy rendkívül alapvető kérdések tartok, hogy föltesszük, hogy miért. Miért vannak a dolgok úgy, ahogy vannak, és hogy lennének másképpen. Ezzel kezdődik el az, hogy megszületnek megoldások, és a megoldások egyrészt meg tárgyiasul, tehát tárgyak is születnek. A tárgyakban az az érdekes, hogy ugyan halottnak tűnnek, de mégis egy kocka valakinek a kezébe megelevenedik. A hamarosan 80. születésnapját ünneplő Rubik Ernő egy különleges kockát kapott ajándékba a Mométól, attól az iskolától, melynek oktatójaként 50 éve feltalálta a játékot.